Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója május 8-án szerdán. Nézzük először fontosabb híreinket röviden. Alkalmazkodni kell, az iskoláknak és az oktatásnak a korral és a gyermekekkel együtt kell változniuk, hangzott el a Neveléstudományi Konferencián. Történelem, összesen 3 óráig volt az érettségizőknek a rövid válaszos és a kifejtős feladatsorra. A híradó által megkérdezett diákok nem tartották nagyon nehéznek a tárgy idei írásbeliét. Falfirkák, a város ebben az évben is támogatja a magántulajdonban álló építményeket elcsúfító graffitik eltávolítását. Az iskoláknak alkalmazkodnia kell a megváltozott kor változó gyermekeihez, mondta Magyar Ferenc tankerületi igazgató azon a Neveléstudományi Konferencián, amelyet ma tartott a Nagykanizsai Tankerületi Központ. A Változnak az idők, új utak a pedagógiában című programon előadásokkal és gyakorlati műhelymunkával segítettek a tanítók, tanárok munkáját. A Hevesi Sándor Művelődési Központ adott otthont a rendezvénynek, amelyre neves szakembereket is meghívtak a szervezők. A program középpontjában a megváltozott kihívásoknak megfelelő tanítási, nevelési módszerek voltak. Kétségtelen, hogy a 21. század pedagógiája, az iskolai nevelés alapja megváltozott. A pedagógusoknak a korábbiaktól eltérő kihívásokkal kell szembenéznie. És itt nem csak a Z vagy alfa generáció hihetetlenül átalakult tanulási szokásairól, az információszerzés eddig ismeretlen metódusáról, a pillanatról pillanatra változó impulzusok szükségességéről beszélek. Egészen egyszerűen megváltozott a kor, illetve szüntelenül folyamatosan változik. Az iskolának pedig mindehhez alkalmazkodnia kell. A konferencia szervezője a tankerületi iskolapszichológusok munkaközössége volt. Tagjai nem csak a gyermekekkel, hanem a pedagógusokkal is folyamatosan kapcsolatban vannak. Azt látjuk, azt jelzik a számunkra, és abban kérik a segítségünket, hogy hogyan tudnak megfelelni azoknak a változásoknak, amiket látunk és tapasztalunk a gyerekeknél. Változik a világ, és ugye ezzel együtt változnak a gyerekek is, nem lassan, rohamosan, és nagyon nehéz ezzel lépést tartani. A rendezvény délelőtt előadásai között szó volt az ADHD-ról, az autizmusról, az iskolai konfliktusok kezeléséről, valamint a mesepedagógia eszközének iskolai használatáról. Délután műhelyfoglalkozások keretében gyakorlati ismereteket is szerezhettek, tanácsokat is kaptak a Neveléstudományi Konferencia résztvevői. Szent István uralkodása és Trianon hatása is főszerepet kaptak az idei történelem érettségén. Az írásbeli feladatsor első rövid válaszokat igénylő részében egyebek mellett az ókori Athénnal és a török ellenes küzdelmekkel kapcsolatos kérdéseket kaptak az érettségizők. A diákoknak összesen 3 órájuk volt a vizsga teljesítésére. Az utolsó perceket is kihasználták a Piarista gimnázium diákjai a mai történelem érettségén. A diákok szerint a vizsga első fele, amelyben leginkább feleletválasztós kérdések szerepelnek, nem volt nehéz. Szerintem az viszonylag könnyű volt, nekem ezek szoktak menni, ezeket szeretem, úgyhogy attól a résztől 90%-ot várok. Az eszéírásnál a középkori uradalmakról, a szovjet propagandáról, Szent István uralkodásáról és Trianon hatásairól szóló témák közül választhattak a diákok. Én a sztálini propagandát választottam és Szent Istvánnak az egyházszervező tevékenységét. Úgy gondoltam, a másik eszéparosítás nekem nehezebb lett volna, úgyhogy azért választottam így a rögtön az eszékkel kezdtem. Ezt néztem meg először a feladatsorba, és azokról készítettem vázlatot, úgyhogy úgy gondolom, hogy jól sikerült, mindent sikerült kifejtenem. A feladatok teljesítése után már a szóbeliről kérdezték történelem tanárukat a végzős gimnazisták. Dósai Attila elmondta, az írásbelit megelőző utolsó órán is megpróbálta újabb jó tanácsokkal ellátni az érettségizőket. Most az érettségi előtti utolsó órán végzős osztályban, és különbözőképpen adtam a jó tanácsokat, mondtam, hogy ez azoknak szól, akik a minimumot szeretnék teljesíteni, aztán másik jó tanácsok csoportja azoknak szólt, akiknek nagyon nem volt mindegy, hogy hány pontot szereznek. Az érettségizők a történelem feladatsor kitöltéséhez segédeszközként kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó atlaszt használhattak. A vizsgasorozat holnap az angol nyelvvel folytatódik.
A Szentszék magyarországi nagykövete Michael August Bloom Homokkomáromba látogat. Hazánk apostoli nunciusa május 13-án jövő hétfőn érkezik Dél-Zala legjelentősebb zarándok helyére, ahol 17 órától keresztút és gyóntatás lesz. A 18 óra 30 perckor kezdődő engesztelő szentmisét az amerikai püspök mutatja be, prédikációt Varga László, a kaposvári egyházmegye főpásztora mond. Az engesztelést megelőzően egy továbbképzés lesz az egyházmegye papságának, melyet a nuncius atya fog tartani a nyolc boldogság nővéreknél fönt a kolostorban, illetve ez része, ez a látogatás a nuncius atya részéről egy vizitáció, hiszen a nuncius, mint a Szentszéknek, a Vatikánnak, ugye a nagykövetének feladata, hogy végig látogassa Magyarország egyházmegyéit, úgyhogy a kaposvári egyházmegyében is vizitációt fog tartani, és ennek része, hogy az egyik leghíresebb és legfrekventáltabb kegyhelyünket is meglátogatja és megtiszteli. Idén is támogatja az önkormányzat a falfirkák eltüntetését a szebb városkép érdekében. A pályázatra a város területén fekvő nem műemléki védelem alatt álló ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, illetve társasházak közös képviselői jelentkezhetnek augusztus 10-ig. A maximálisan elnyerhető támogatás társasházanként 50 ezer forint, még más típusú ingatlanok esetében ez az összeg 20 ezer forint. Mindenképpen ajánlanám ennek a lehetőségnek a kihasználását is, hiszen azon túl, hogy épületenként 50 ezer forint nyújtható ennek a célnak az érdekében, ha kis léptékben is, de évről évre ez is jelentősen hozzájárulhat településképünk további szépítéséhez. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Zenés versek, az Énekmondó Együttes koncertjével ért véget a Hevesi Sándor emléknapok. Művészettel a természetért, a Madarak és Fák napja alkalmából nyílt kiállítás a Medgyasszai házban. Extrém teljesítmény, a nők között a harmadik, abszolútban pedig a 11. lett Lubit Szilvia namíbiai ultrafutáson. Véget ért az idei Hevesi Sándor emléknapok, az Énekmondó Együttes koncertje zárta a kétnapos programsorozatot, melyet a rendező, színházigazgató nevét viselő két kanizsai intézmény, az Iskola és a Művelődési Központ közösen szervezett. A fellépő zalaegerszegi együttes a kilencek első kötetének 50 éves megjelenése alkalmából állította össze műsorát a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A kilencek az 1960-as évek végén fiatal bölcsész hallgatókként álltak össze annak érdekében, hogy közösen megszólalva hallathassák hangjukat. Az érdeklődők a költőcsoport megzenésített verseiből hallhattak részleteket tegnap a HSMK-ban. A kilencek tagja volt többek között Mezei Katalin, Olá János és Utasi József, akinek Ragyogásban című verse egyben címadója az Énekmondó Együttes előadásának. A kilenceket Péntek Imre, József Attila díjas költő személyesen is képviselte. A kilencek közül egyébként 8 hallotta a verseket, többségük szakmai véleményt is mondott az együttesnek a megzenésítésről. Zömébe elnyerte tetszésüket, de természetesen fogalmaztak meg kritikát, amit aztán meg is fogadtunk, és igyekeztünk úgy változtatni a dolgokon, ahogy ők ezt kérték, de olyan komoly megfogalmazás nem volt, tehát nagyon tetszett nekik, és örültek nekik, hogy így ezáltal én úgy érzem, hogy élővé válik a költészet, hogy dallammal van összekötve a szöveg, és jobban eljut a közönséghez. Nemez madarak lepték el a Medgyasszai házat, megnyílt a Vigyázz a madárra és Vigyázz a fákra című kiállítás. A Völgyalapítvány lehetősége klubháza és a Göcsej Természetvédelmi Egyesület közös tárlatán a változatos technikával készült ipar és képzőművészeti alkotások mellett madároduk és természetvédelmi installációk láthatók. A szervezők célja, hogy ráébresszenek mindenkit saját teremtő erejére, valamint a természeti értékek védelmére. Május 10-én a Madarak és Fák napját ünneplik. Ehhez kapcsolódóan Vigyázz a madárra és Vigyázz a fákra címmel nyílt kiállítás a Völgyalapítvány lehetősége klubháza
és a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány szervezésében a Megyasszai Házban. A két szervezet már korábban is kapcsolatban állt egymással. Amikor természetvédelemről beszélünk, akkor már nem a racionális megközelítés a lényeges, hanem hogy érzelmileg hogy tudunk-e ez a témához közelíteni, illetve egyáltalán az emberek ingerküszöbe olyan magas, hogy ennek a túllépéséhez segít, talán a művészet nagyban hozzájárul, és ezek az alkotások is. A kiállításon a madárodúk és természetvédelmi installációk mellett rajzokat, festményeket és quilling technikával készült alkotásokat is láthatnak az érdeklődők. A kiállított ipar és képzőművészeti anyagokat a Völgy Alapítvány Lehetőségek Klubházának művészeti alkotók közössége készítette. A klubtagok mellett a városból érkeznek olyan művészeteket kedvelő emberek, akik már amúgy is alkottak, és valamiért megtetszett nekik ez a hely, vagy ez a csoport, és akkor itt az együtt tevékenykedésen, az együtt munkálkodáson, az elfogadáson van a hangsúly, hiszen az elfogadás, az együttes tevékenység az mindig pozitív hatással van a lélekre. A tárlaton 18 alkotó mutatkozott be. Kele Mária festményekkel és nemes technikával készült madarakkal érkezett a kiállításra. Én nagyon sok türelmet, kitartást kaptam attól, hogy hát 4-5 évvel ezelőtt kezdtem el itt festeni, nemezelgetni, és főleg a nemezelésbe találtam meg azt, hogy türelmet, kitartást adott, mivel egy elég nehéz munka, meg egy elég időigényes munka. A tárlat nem csak a szemet gyönyörködteti, hanem egyben felhívja a figyelmet az egyik legfontosabb természeti érték, a madarak és fák védelmére. A kiállítás május 29-ig tekinthető meg. Fellélegezhettek az allergiások, az időjárásnak köszönhetően erőteljesen lecsökkent a pollen terhelés. Az elmúlt héten a sok csapadék és a lehűlés miatt az allergéneket jellemzően alacsony szinten mérték Zala megyében, szombaton és vasárnap pedig egyik sem volt tüneteket okozó koncentrációban a levegőben. Jelentős emelkedés a következő napokban sem várható. Harmadik helyen zárta a Nabi Brészt Lubit Szilvia, a kanizsai spartatlon és ultra Balaton győztes sportoló másodszor futott sivatagi körülmények között. Tavaly az Atacama Crossingon korosztályában az első, összetettben pedig a negyedik lett. Ezúttal a Nabi sivatag szélén kellett 254 kilométert teljesíteni a futóknak. A délzalai ultramaratonistának ez 31 óra 59 perc alatt sikerült. Lubit Szilvia ezzel a 6 szakaszos extrém megmérettetés női mezőnyének harmadik helyét szerezte meg, összetettben pedig 11. helyen zárta az afrikai versenyt. Jól szerepeltek a sörgyári asztali teniszezők. Nagykanizsán rendezte az Alamegyei Asztali Tenisz Szövetség a megyei bajnokságban szereplők top 12-es versenyét a hétvégén. A mezőnyt 2-6-os csoportba osztották, majd körmérkőzésen döntötték el a helyezéseket. Az A csoportot Szerdahelyi Krisztófer nyerte, így ő játszott a B csoport második helyezettjével. A döntőbe Szerdahelyi Krisztófer és Salmon Attila, vagyis két kanizsai versenyző került. A csoportban Szerdahelyi simán legyőzte csapattársát, a döntőben viszont nagy csata alakult ki, melyen Szerdahelyi 1-2-ről fordította meg a meccset és nyert 3-2-re. Kanizsán folytatódott a Dárc megyei csapatbajnokság a hétvégén. A versenysorozat második fordulójában 6 csapat mérte össze tudását a Free Hills Darts Klubban. Az első helyen a Zalaegerszegi alakulat végzett, második Sármellék, harmadik Zalaszentgrót lett, a nagykanizsai alakulat a negyedik helyet szerezte meg. A csapatbajnokság következő megmérettetésének a Zalaszentgrótiak lesznek a házigazdái. A továbbjutáshoz mindig megvan független attól, hogy nyerünk vagy nem nyerünk. Beszélek most a magunk nevében, illetve tehát a végelszámolás számít, rájátszással csináljuk. Tehát az év végén a legjobbak játszanak azért, hogy kik azok, akik Zala megye bajnokai lesznek csapatban. Híradónk végén nézzük meg még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Alkalmazkodni kell, az iskoláknak és az oktatásnak a korral és a gyermekekkel együtt kell változniuk, hangzott el a neveléstudományi konferencián. Történelem, összesen 3 óráig volt az érettségizőknek a rövid válaszos és a kifejtős feladatsorra. A híradó által megkérdezett diákok nem tartották nagyon nehéznek a tárgy idei írásbeliét. Falfirkák, a város ebben az évben is támogatja a magántulajdonban álló építményeket elcsúfító graffitik eltávolítását.
Ez volt a Kanizsa TV híradója május 8-án szerdán. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm, viszontlátásra!